2015. januárjában adtuk be az első kérelmünket. Hogy Alexi Zoltán, a Dényési Várpark és Skanzen megálmodója tulajdonosa mesél arról, hogyan került be először a Guinness rekorderek közé. Mint mondja, végül 3 évvel a kezdeményezés után 2018-ra ismerték el először a rekordot, december végén pedig már 4. alkalommal vehette át az oklevelet. 44 kisvárat látunk, illetve 2 nagyváron hátul a Skanzen területén, azok közül az egyik már bent van a Guinness rekordok között, méghozzá Fehérvárról a Fekete-egyi Palánkvár. A Szekérvárat azt sajnos azt valamiért nem tudták bevenni. Minden esetre itt anyakőn vannak elkészítve a várak, ami annyit jelent, hogy a kővárakat kőből készítem, téglavárakat téglából, favárakat természetesen fából, és hát ez egy egyedülálló makettpark világszinten, ez az én találmányom. Zoltán 2013-ban kezdte el 2 hektáron az építéseket. A cél a vármentés volt egy gyermekkori élmény az egri csillagok hatására. Rá kellett jönnöm, hogy nagy várat azt nem valószínű, hogy fogok tudni építeni, kicsiket viszont igen, és aztán egy kicsit még tovább gondolva úgy gondoltam, hogy akkor egy vármentő parkot próbálok összehozni. Szóval itt kifejezetten problémás várak vannak, vagy elfeledett, vagy romos, vagy halálra ítélt, vagy holt, és ezeket próbálom felhozni a felszínre, régészeti ásatási anyagokból elindulva. Persze, amit még találok, azt összegyűjtem, és a végeredmény pedig megépítem. Nyilván ezek rekonstrukciós elképzelés alapján vannak felépítve. A jó Isten tudja pontosan, hogy nézhettek ki, de minden esetre a régészeti ásatási anyagok szerintem jó kiindulási alapok. A park új várakkal is gyarapodott az utóbbi időben. Léta, Diód, Bágy, Breáza, Fehéregyháza egykori építményei is megtekinthetők a történelmi Nagy Magyarországot körvonalazó sétányok között. A Guinness Rekorder tervei már megvannak a jövőre nézve is. Szeretné 70-re gyarapítani a várak számát és az Árpád korból egy farotundát, illetve a székesfehérvári istvánkori bazilikát is szándékozik megépíteni.